az önrendelkező élet, amikor nem vagy másra szorulva, amikor saját magad el tudsz jutni A pontból B pontba, na ez az akadálymentesítés, és ez az, ami minden embert megilletne. Ez a Dunakeszi vasútállomás lejárója, ami sajnos nem akadálymentes, és nem is tervezték, hogy akadálymentes legyen. Én még nagy nehezen lemegyek a lépcsőn, de mondjuk egy babakocsival már nem tudnak lemenni. Vagy egy nálam még idősebb néni, esetleg bottal, az már egy nagy nehézség. A felújítás információit megszerezni nagyon nehéz volt, mert akárkihez fordultam, akárkihez mentem, mindenki elzárkózott és közölte, hogy ő erről adatot nem kezel. Kezdtem a Dunakeszi önkormányzatnál, folytattam a MÁV-nál, utána a MÁV Start ZRT, és utána mivel véletlenül beestem a Pest megyei közgyűlésnek a közmeghallgatására, ott közölték, hogy hát ők erről semmit nem tudnak. Hát sajnos, amit a MÁV-tól kaptunk egyesség címén, azt egyesületünk nem fogadhatta el. 2024-re ígérték a kivitelezési terveket, de a pénzügyi megvalósítást nem ígérték biztosra, tehát igazándiból nem voltunk biztosak benne, hogy megkapjuk az akadálymentesítést 4 év múlva. És 4 év az rengeteg idő. Úgy általában az eljárás maga méltatlan velünk szemben. Igen. Főleg úgy, hogy egy 40 ezres városról beszélünk. Ha valaki Vácra vagy Pestre orvosi kezelésre szeretne eljutni, arról már nem beszélve, hogy mondjuk színházba menne, vagy nem tud rokont látogatni. A fiatalabb emberek nem tudnak eljárni iskolába, képzésre, aki el tud utána menni dolgozni, és így hasznos tagja lehet a társadalomnak. Amíg itthon ül, mert nem tud bejutni egy munkahelyre, addig pedig pénzbe kerül. Az az érvelés, hogy drága dolog egy akadálymentesítés, az nem valós, mert sokkal drágább az, ami az akadálymentesítés hiánya miatt fellép, mint hogyha akadálymentesítenek. Tehát itt a probléma az akarat, illetve a hozzáértés hiánya. Nagyon köszönöm a TASZ-nak, hogy ebben mellénk állt, segített kiharcolni azt, hogy legalább egy akadálymentes vasútállomás legyen Dunakeszin.